Az utóbbi évtizedben Európában is tapasztalható felmelegedés a magashegyi vidékeket is érintette, különösen az Alpokat. Ez jól megfigyelhető Ausztria legnagyobb gleccserénél, amely a Pasterzétóba nyúlik. Ez a gleccser ugyan már régebb óta veszít nagyságából. Az első 1852-ben végzett mérések szerint még 11 km hosszú volt, és 3,5 köbkilométer jeget tartalmazott. Ebben az állapotában láthatta még 1852-ben első Ferenc József császár és király, amikor ide látogatott. Emlékét egy szobor és az itt kiépített magashegyi állomás neve örökítette meg. Az Osztrák Tudományos Akadémia Hegykutató Intézetének mérései szerint az utóbbi évtizedben rohamosan csökken ennek és a többi gleccsernek a mérete is és a tömege az Alpokban. Összes tömegük egynegyedét veszítették el. Jól mutatja ezt a Pasterzétavi gleccser is, amely egyre kisebb és már csak 8 km hosszú és gyorsuló ütemben rövidül. A megközelítésére épített gleccservasutat már meg is szüntették, mivel a jégfolyam már távolra esik a Ferenc József magaslaton kiépített kiinduló állomástól. A kutatók szerint lehetséges, hogy az Alpok gleccsereinek jege pár évtizeden belül eltűnik. Csak az hozhat kedvező változást, ha a melegedést befolyásoló intézkedéseket hoznak az illetékesek. Szerencsére a mérések azt mutatják, hogy a Ferenc József magaslatra látogatók még egy-két évtizedig biztosan megcsodálhatják az Alpok hófötte legnagyobb csúcsait, és Ausztria most még legnagyobb gleccserét.